Üdvözlünk mindenkit. Ez egy, hát ez nem egy végigjátszás, hanem ez egy random gameplay, vagy ezt minek nevezzük? Let's play. Let's play. De egy olyan let's play, amiből valószínűleg sorozat lesz. Hát amennyiben van rá igény, ez a Civilization Revolution az egyik kedvenc játékom az előző generációs konzolokra. Ez a PC-s Civilization játékoknak egy, hát egy spin-offja, butított változat. Mondjuk nem, azt nem mondanám, hogy butított változat, mert az oké, hogy szimplább, de azért ez is egy komoly stratégiai játék. De lényegesen egyszerű, mint a normál PC-s Civilization játékok. És hát így a baráti körben így elég sokat volt, mit tudom én, összeültünk arra, hogy mit tudom, szétgyalázom a világot, és közben a Bence nagyokat élvezkedett rajta, a David meg általában ment aludni, mert őt meg nem kötötte le. Reméljük, hogy titeket jobban fog érdekelni. Itt a intróval figyeljétek, hogy itt nem nagyon beszél senki, ez jó mutogatással, meg mindig viccesnél tartottam ezt, hogy most melyiket csináljuk meg, és akkor azt. Tehát, hogy semmi lesz, hogy mit tudom én, írd el a dokumentumot, Mr. President, hogy valamilyen, csináld osztot, és akkor így megy az ország. Nem azért fizetnek, hogy beszélj, hanem hogy döntéseket hoz. Az biztos. És arra elég az aktivitézés is. És ahogy Miki mondta, ez egy olyan játék, amit nagyon szeretek nézni. Játszani nem játszottam vele soha az életbe, de úgy, ahogy David redalertezik, ugyanolyan, hát nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel és élvezettel nézem, hogy Miki játszik. Te egy a stratégiai játékban ilyen külső szemlélő vagy, hogy ez a fú, de jó, hogy most meg lett hódítva a világ, hogy én azt nem csinálnám végig, mert nincs az ötüremem, de nézni az kurva. Igen. Egyszerűen szeretem, hogyha egy játékos tudja, hogy mit csinál, és jól játszik. És a Civilization Revolution-ben valljuk be azért, te egy jó játékos vagy. Hát, fie, multiplayerhez soha az életben nem volt türelmem, azok tényleg ilyen félnaposak, mert tudod, nincs olyan, hogy átskippelik a többi civilizációk között, az neked végig kell várnod minden egyes kört. Szóval nem tudom, hogy az életben nem fogok már élni, szerintem már a szerverek sem élnek, hogy mondjuk élő húsvér játékosok ellen mondjuk hogy teljesíteni, de a legnehezebb nehézségi szinten azért eléggé meg tudom izzasztani, meg kinyírni a izéket, a többi civilizációt. Bemutatom először a nehézségi szinteket, van a legkönnyebb a törzsfőnök, utána van a hadvezér, a király, az uralkodó és az istenség. Csak és kizag istenség nehézségi szinten játszok, úgyhogy 16 civilizáción összesen a játékban, meg van plusz egy, a végén egy ilyen random lehetőség, hogy a játék random eldönti, hogy te még civilizációval legyél. Itt is megvannak ugye, mint egy bunyós játékban igazából, hogy különböző tierek így a bónuszok alapján, mik a hasznosabb, meg kevésbé hasznos civilizációk, meg melyik civilizációk mikben jók. Rómaiak azok például főleg a kultúrában, városokat össze tudják kötni olcsó utakkal, csodákat olcsón tudnak építeni, több nagyszerű embert kapnak, stb. Vannak agresszívabb civilizációk, mint például a németek, azok hadi bónuszokat kapnak, gyorsabban termelnek, féláron építik a barakokat, több pénzük lesz a modern korból, többet tudjanak ugye hadseregre költeni, stb. És igazából, hogyha elég jó vagy, akkor bármilyen kategóriába tudsz nyerni bármelyik civilizációval, de ezek főleg arra szolgálnak, hogyha mondjuk egy bizonyos győzelemtípust akarsz mondjuk leigázni a világot, akkor azért azt is tudni kell, hogy ahhoz melyik civilizációt a legérdemesebb választani. Nem tudom, most ha már erre terelődik a szó, mi legyen? Pénzügy, kultúra, technológia, hát szerintem igázzuk le a világot. Ahogy vagy alakul, de mivel hanyadika van ma? November 9, aha, ha jól emlékszem. Ugye ma volt az amerikai elnök választásnak a dicső napja, hogy a 45. amerikai elnök nem más lett, mint Donald Trump. Narancsárga, az fekete, ja. Igen, igen, tehát, hogy nem női elnök lett, hanem egy narancs, tehát ezt is megértük, hogy már egy növény, konkrétan egy gyümölcs lett az amerikai elnök. Úgyhogy ennek örömére, vagy nem örömére, én azt mondom, hogy vagy Amerika és Lincoln, vagy Mexikó, azaz Montezuma. Az asztékokkal. Ugye az asztékokkal már van egy mémünk, a kommunista asztékok, ja, leigázzák a világot. Ugye az asztékok
azok az őskorban nagyon durva bónusz kapnak, a automatikusan meggyógyulnak a katonai egységek minden győzelem után, az nagyon hasznos, meg a városok védelme szempontjából az iszonyatosan előnyös. Hát ez most az, hogy sok aranyjal kezdenek, az 25 aranyszól az igazából eltúlozza a játék. A templomjaikkal is termelik a tudományt, ami igazából annyira nem veszed észre. Félelépítik az utakat a ipari kortól, és a modern korban 50%-a gyorsabban termelik az aranyat. Amerikaiak pedig egy nagy emberrel kezdenek, róluk majd később mesélek. Az őskorban 2% kamatot kapnak minden el nem költött pénzre. Szóval, hogyha mit tudom én, úgy zárod a kört, hogy van 100 aranyad, akkor a következő kört úgy kezded, hogy 102 aranyad van. Plusz, ha még termelsz aranyat azon kívül, akkor még az. Uh-huh. Középkortól féláron rásolják a katonai egységeket, mert azt is megmutatom, hogy ez micsoda. Az ipari kortól több élelmiszert termelnek, és a modern korban a gyárak azok triplázzák a termelést, az összes többi civilizációnál duplázzák. Szóval ez egy hatalmas bónusz amúgy az amerikaiaknak. Legyünk akkor amcsikkal? Aha, make America great again. Érdekessége a játéknak, hogy népet vagy civilizációt tudsz választani, de pályát nem, ugyanis minden egyes pályát random generál a játék. Igen, szóval biztos van egy véges számú kombináció, de alapesetben szinte lehetetlen, hogy kétszer ugyanolyan pályán játszál, szóval legnagyobb valószínűséggel két teljesen egyforma térképet az életben nem fogsz látni. Úgyhogy ez minden szempontból egy egyéni gameplay lesz. Főleg abból, hogy amennyire észrevettem, Magyarországon semmilyen formában nem foglalkoztak ezzel a játékkal, pláne YouTube-on. Igen, amúgy vannak ilyen kisebb YouTube-osok, a Joe Leonard, azt hiszem úgy hívják, amúgy abszolút nem ilyen gameplay csatornája van, de neki vannak kurva jó Civilization Revolution-os videói. Meg van a The Game Hunter, tudod, igen, a mexikói srác. Mexikói srác nagyon magas hangol. Ő nem annyira ügyesebb a játékban, mint a Joe Leonard, de neki pont az a szórakoztató az ő gameplay-eiből, hogy mindig nagyon megszorongatja a gép. Szóval ezt végig szopatják az egész játékban, és valahogy mindig kiügyeskedi, hogy nyerjen. Szóval, hogy te olyan, mint a Kalambó, hogy mit tudom, én egész végig is nektetheti magát, és a végén mindenkit elkap, tudod. Igen. Meg nagyjából mutatja a játék az alapmechanikákat, mikre kell ügyelni, miket tudsz csinálni. De hát ezt mondjuk úgyis elmondjuk játék közben. Ó, az atom. Az atomja. Abból csak egyetlen egy van a játékban. Szóval az egész játékban összesen egy atombomba van, és az illető kapja, aki először kifejleszti a Manhattan projektet. Hát akkor kezdjünk neki, nézzük. Tudóst kaptunk. Nem feltétlenül a legjobb dolog. Várjál, meg kéne nézni, hogy... Nagyjából középen vagy, hogyha jól vettem észre. Ja. Uh-huh. Nem. Észak? Sokkal inkább észak, mint dél, szerintem. De legalább vannak hegyek, szóval az jó pont, hogy nem szigetre rakott le minket. Ma ez egy jó nagy szopás tud lenni. Azt nézem, hogy érdemes-e menni, mondjuk mit tudom én, egy-két kört keresni, egy jobb placot, de szerintem ez elég jó lesz. A hegy miatt? Hát hosszú távon a hegy miatt, meg ott van domb, uh-huh. Úgyhogy mindegy, rakjuk le ide, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az első város az automatikusan annak a civilizációnak, vagy országnak a fővárosa, tehát Washington. És itt egyből, mivel van egy nagy emberünk, egy tudósunk, egyből megkérdezi, hogy mit akarunk vele csinálni. Két lehetőség van mindig a tudósokkal, vagy le tudjuk telepíteni az adott városban, és akkor ott 50%-kal gyorsabban termelik a tudományt onnantól, vagy pedig, hogyha éppen fejlesztesz valamilyen technológiát, akkor azt automatikusan kifejleszti, független attól, hogy mennyi időnek kéne még eltelnie hozzá. Itt a különböző mezőket mutatom, ahol kalapácsokat látsz, azok a termelések, a termelés, ahol az almát, az a kaja, és ahol ezek az kémcsövek vannak, azoknál vagy technológiát, vagy ha megnyomod a háromszöget, akkor aranyat tudsz kitermelni. A játék ellen érdemes
átmenni csak fára, hogy minél hamarabb meglegyenek az első katonai egységek, és el tud kezdeni felfedezni a környéket, de mivel nekem van egy nagy emberem, ezért én szép óvatosan már el tudok kezdeni vele is körülnézni. És itt egyből találtunk egy békés települést, aki adott nekünk 25 aranyat, és felhívták a figyelmünket rá, hogy a közelben van egy barbár egység is, igen. Ez jó nekünk, mert minél többet tudsz a játék elején a térképről, annál jobb, szerintem. Ja, megtérül, szerintem most gyorsan megrásolom ezt a katonai egységet. Rás azt jelenti, hogy pénzért cserébe kifejlesztett hamarabb az egységet. Ugye több körnek kell eltennie. Erre alapesetben nem lett volna lehetőségem, de mivel kaptam attól a békés településtől a pénzt, így meg tudtam csinálni. Itt úgy látom, hogy nincsenek ellenségek, úgyhogy ide még elmerészkedek a nagy emberemmel. Amíg találkoznék egy katonai egységgel, és az rálépne a nagy emberemre, akkor automatikusan át tudná állítani a saját oldalára, de itt senki nincs. Igen, és elég jó helyek vannak, azt igen, látom. Itt van bána, színezőanyag, dob van, izé van. Oda egy telepes majd is rakhatsz, ja, most állsz. Itt simán lehet majd várost építeni a... Játék elején elég lassan szokott kezdődni az esetek többségében, de... Akkor kezdődik el a munka, amikor találkozol a többi civilizációval. Ugye rajtunk kívül még van 4 civilizáció a másik 15-ből, amit random választ ki a játék. Na és itt, hogyha valami... itt például találtunk egy erdőt, és ezt mi most el tudjuk nevezni, mondjuk legyen Mojave erdő, és ezért kapunk 10 aranyat. Mert mi fedeztük föl. És az neked jó? Hogy kiadja neked ezt a 10 aranyat, azt nem tudjuk, de nem is az a lényeg. Térképbizottság, vagy mit tudom én? Időszámításunk előtt 3600-val. Ezeknek a barbároknak fél 0,5 a védekezésük, meg a támadásuk is. Az általában őket a esetek túlnyomó többségében a katonai egységeink leszokták győzni. De van, amikor mégsem. Igen, a játék szeret játszadozni a számokkal, hogy a igen, te szóval... támadása sokkal nagyobb, mint az ellenfél védekezése, de mégis kikapsz, mert because reasons, szóval... Igen, szóval úgy van, hogy az, hogy mit tudom én, a te értéked nagyobb, mint az ellenfélé, az nem garancia arra, hogy nyerni is fogsz, mert mit tudom én, van valamennyi esély annak, hogy ki fogsz kapni. De ez már egy rizikósabb dolog, szerintem erre most rágyújítok egyet. De már látom, már építgeti az egységeket. Hát, ja, föl kell fedezni a játék elején a környéket. Elég jó körül vagy határolva. Tehát biztonságosnak biztonságos a hely, az biztos. De itt sincs senki. Igen. Lehet, hogy egymás mellé pakoltad a játék az ellenfeleket? Spoiler. Itt ők én a semmi közepén, és akkor ők meg gyilkolják egymást konkrétan. De az is jó, mert úgy is lehet nyerni, hogy gyakorlatilag nem pusztítsz. Tasszál senkit. Igen, szóval az a jó ebben a játékban, ott vannak még barbárok. Ez jó, hogy ezekre fölhívják a figyelmünket, mert így tudjuk, hogy nem kell barangolni, hanem automatikusan tudjuk, hogy hova kell küldeni az egységeinket. Hogy egyet mellé is indíthatsz oda. Szerintem még ezt a... Ja, még ezt a harcost megvárom. Sőt, nem is. El kell kezdenünk technológiába is fejlődni, hogy ott hagyom minket mindenki más. Hányféle módon lehet nyerni a játékba? Jól emlékszem, 4? Igen, 4 lehetőség van, azokat mindjárt mutatom is. Mondjuk először fejlesszük ki a... bronz megmunkálását, mert akkor tudunk ijászokat fejleszteni, meg tudunk, hogyha mondjuk hal van valami vízben, akkor azt is ki tudjuk termelni. Itt van a kiányerésre felület. És itt van a domináció, az az, hogy az összes ellenséges civilizációnak a fővárosát elfoglalt. Szóval a tiéd is nálad legyen, meg a másik 4 civilizáció is. A technológiai győzelem,
te legyél az első civilizációk eljut Alpha Centauri, igen, ez az kell, hogy megépítsd az űrállomást és eljuttasd oda. A gazdasági győzelem összeszedni 20 ezer aranyat és megépíteni a világbankot, vagy pedig a kulturális győzelem, amihez az kell, hogy legyen 20 nagy embered, csodád és áttérített városod, szóval ebből összesen legyen meg 20, és utána van lehetőséged megépíteni az Egyesült Nemzeteket. És ha ezek közül bármelyiket megcsinálod, úgy, hogy a többi még nem csinált, meg semmit sem, akkor te nyertél. Yeah. Még egy bombát. Oh shit, what up? Kettő fel is van fedezve. Jó, volt egy olyan játék, amikor gyakorlatilag volt egy barbár nép, amit senki nem ölt meg, és gyakorlatilag a játék végig kitartottak. Igen, szóval van lakatlan szigeten, hogy ott így el vannak az idők során, tényleg még időszámításunk előtt 2015-ben ott vannak még a szigeten. Szerintem visszaviszem a városon. Igen, nehogy valami baj legyen. Hát, vagy azzal megölöm azt, lehet, hogy ezzel meg földerítek délen. Ja, inkább oda küldöm. Minden kultúrának saját színe van, szóval érdemes azt is figyelni, amikor már, ha nem is fedezünk fel konkrétan egy ellenfelet, akkor is, ha a határt már felfedezzük, már látjuk a színeket, akkor már az alapján be lehet határolni, hogy kik vannak a környékünkön. Az játék elején még nem fenyeget, mert még minden kicsi. És látod, ahogy nem költünk pénzt, így ez is szépen lassan magától is jön a pénzünk. Igen. Köszönjük a Wall Streetnek. Még egy barbár település. Úgy tűnik, hogy nem is nagyon versengenek ezek a rivális civilizációk a környékbeli ízékért, barbárokért. Hát, hogy tök messze vagyunk tőlük. Az is lehet, hogy tényleg egy külön kontinensen vagyunk, viszont ez elég nagy kontinens ahhoz, hogy tudjunk terjeszkedni. Igen, bőven. Ledobsz pár telepest, építesz pár jó várost és sima liba. Mondjuk, ami már kezd gyanús lenni, hogy egy civilizációval se futató még össze. Igen, ez általában nem is szokott lenni. Na, lehet tényleg az van, hogy van egy kis sziget, és pont oda leraktam minden négyet. Na, ők például nem pénzt adtak, ők például megadták az ABC-t. Ők egy technológiát kaptunk. És az például egy, hát nem csoda, szóval nem olyan, amit te megépítesz, hanem ilyen felfedezendő valami. Igen. Ha oda mész, akkor például ott kapsz egy a jelenlegi korhoz képest erős katonai egységet. Jó, akkor abból is több fajta van, és a legértékesebb az Atlantis. Jó, fazekas mesterséget fejlesszük ki következőnek, mert az izét akarom a mezőgazdaságot elsőnek kifejleszteni. Jó, különböző fejlesztések, különböző szintekre vannak épülve, tehát egymásra épülnek, szóval hogy mit a mezőgazdaságot akkor nyitod ki, hogyha megcsinálod a bronz megmunkálást, meg a fazekas mesterséget. Szóval egymásra épülnek a különböző technológiák. És közben fel is fedeztünk egy ellenséges. Igen, az angolokat. Oh, low British. Ők veszélyesek? Hát, inkább csak, hogyha nagyon közel vannak hozzád, mert ők főleg kultúrában, őknek itt sincs semmi, ez is elég. Még. Felfelé, meg lefelé is tudsz menni. Ez az északi része. Ez csak a tiéd. Ja. Úgy tudom, én itt tudnék valami várost tenni, amit nem tudnak elfoglalni, akkor itt meg tudnám őket állítani, akkor innen északra oda mennék, ahova akarok. Ez elég kedvező hely. Hárma mellett, hogy mennyire tudjuk felhasználni. Ja. Közben már 90 pénzünk van, hogyha összejön a 100 arany, akkor kapunk egy ingyen telepest, és akkor tudunk várost alapítani. Ja, itt már valószínűleg nem lesz semmi. Ja, itt már nincsen semmi. Arra felé sem tudsz már jobban menni akkor éjszakra.
Nem már, bazd meg! Az. Na, egy darab katona. Igen, valamikor kicsit izgalmasabbak a... Kaptunk egy játékot. Jó. Következő körben akkor meg lesz az ingyen telepesünk. A városokat pedig érdemes minél többet csinálni. Csak azt kéne megnézni, ahol nagyon jó erre kéne tenni. Hát vagy oda északra, amit néztünk, az még jó lehet, vagy itt középen valahova. Itt nézed, itt vannak erdők, hegy, domb, víz, igen. Olaj. Én oda a domb tetejér építeném. Oda. Ja, mondjuk ezt sem rossz, mondjuk ide tenni, és akkor egy másikat meg lehetne mondjuk erre. Ah, mondjuk azt meg túl közel. A meg túl közel. De mondjuk mint olyan ide vagy ide. Ja. Mert előbb-utóbb, ugye minél jobban bővül a városod, annál jobban kiszélesednek a határok is, és annál több nyersanyaghoz tudsz hozzáférni. Jaj, basszus, nem azt akart. Mindegy, mehet az is, végül is. Szóval gyógyuljanak. Kitermelődnek egymásból az emberek. Nem is haltam meg, jövök. Igen. Bekötöttem a cipőmet. Ó, ott van még egy békés település. Az tök jó. Nagyon el vagyunk látva. És vannak ilyen segítőid is, vagy ilyen tanácsadók pontosabban, akik néha megosztanak tippet a játékokkal, jó, játékossal. Jó, kővességet is ki kéne, mert ha azt meg mi fejlesztjük ki elsőnek, akkor kapunk a fővárosunkba egy ingyen falat, ami tök jó, mert egyrészt a fal az nagyon drága, mert nagyon lassú kifejlesztene, megépítene a játék elején, meg ugye akkor nehezebb lesz bevenni a fővárosunkat. Plusz a kulturális határoktól is megvéd minket, hogyha esetleg odaérjön az ellenség. Kulturális határok miatt szerintem nem kell majd aggódni ebbe a játékba. Mit fejlesztünk most? Jaj, lehet, hogy megkapjuk ingyen. Várjál? Nem, pénzt kaptunk. Az se baj. Megosztották velük azt az információt, amit már tudtunk. Á, szándék a lényeg. Na és itt, amikor már alapítasz települést, akkor tudsz választani három név közül, ugye Detroit, Atlanta, Buffalo, ugye vannak beprogramozva a létező amerikai városnevek, és azok közül random kiválasztálat, amik közül tudsz választani, vagy be tudsz írni saját nevet. Legyen Buffalo. Buffalo? Ja. Úgyis egy ilyen puttóváros. Legközelebb lehet Detroit, és akkor oda költözteted a minemet. Tegyük szerintem azt is izére, full technológiára, minél hamarabb el tudjunk vele szállni. Legyen így. És jól látom, körönként 100 év megy. Még ilyenkor igen, szóval aha. Pont mint a történelemben, hogy nagyon sokáig nem történt semmi, és egyre gyorsabban történtek a dolgok, majd ha elérjük az időszámítást, mármint olyan nullát, akkor onnantól majd lassulni fog folyamatosan. De nulláig igen, 100 év telik el egy kör alatt. Még egy barbár. Mi a tök? Ez egy nagyon fura session eddig. Gyanús nekem, hogy ilyen bűkező a játék velünk. Az agyar nem kezdünk semmit. Lehet, hogy föl kell készülnünk. Kaptunk Hektortól 5 varázslót. Ezek ilyen trófák, amiket majd a játék végén meg tudunk majd nézni. És akkor most semmi lényegi szerepük nincsen, csak az, hogy jól nincs, nézni. Az ég egyadta világon nincs. És ahogy mint azt gondolom észrevetétek, a játék elég szimszesen beszél hozzánk. Igen. Szóval nincsen igazi nyelv a játékban, hanem mindenki így halandzsázik. De egész jól eltalálták ezt a nyelvet. Nézzük, ott egy békés település. Hol? Ott, ahol a barbár felé megyünk, majd mutatom. Jó. Ez durva. Ja. Pénzbe hol tartunk már? Ajaj!
Mert minden körbe kapjuk a kamatot. Bizony, és alig fejlesztünk. És tényleg ott van egy, aha, a hegy mögött. Na, mi vagyunk az elsők, úgyhogy Washingtonban ott a fal. És most egyből hajtsunk a mezőgazdaságra. Gyakorlatilag bármit fejlesztesz, hogyha te vagy az első, tuti kapsz érte valami bónuszt. Úgyhogy érdemes mindig fejleszteni, már csak a bónuszok miatt is. Ezt úgy mondom, mintha én kurva szakértő lennék a játékban, pedig nem. Nézted annyit, tudod. Igen, amúgy. Megépítetted a falat, bár nem úgy, ahogy Trump szerette volna. Vajon tényleg bevállalja? Hát azt mondja, az idő megmondja. Hogy megépíti a falat, az kurva sokba kerül. Ez kiszámolta. Majd Mexikó kifizeti. Úgy van vele. Mexikó mondta, hogy hát... Mexikó mondta, hogy ők nem ellenzik a falat, de nem fizetik ki. Úgyhogy ez még érdekes lesz. Hát meg ez a, majd. Az egész világ... Kettő eteken van a féllel szemben, és egy ember élte túl. Elmegy ez a játék. És még van még egy körük. Tehát kettő. Kettő, mert... igen. Mennyit játszottál ezzel a játékkal, Miki? Rengeteget, túl sokat. Na, kapunk még egy kis. Legyen a Smoky. Smoky Desert. Illetve szeretném megjegyezni, Miklós, hogy majd azért mentsünk, mert a PlayStation 3 nem úgy szuperál, ahogy kéne, és bármikor kifagyhat. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, csak úgy megjegyzem, hogy... Na, összeszedtük a 250 aranyat, ami azt jelenti, hogy ingyen megkaptuk a pénzt, mint találmányt. Szóval van pénz annyi pénzünk, hogy föltaláltuk a pénzt. Igen, hát a pénz nem találtuk föl, igen. Igen, szóval... Magát tehát eddig aranyban fizettünk, most igen, már dollárban. Szóval eddig cserekereskedelem volt, de volt pénzünk mellette, és most már annyi pénzünk van, hogy miért cserekereskedünk mi még mindig? Fizessünk már pénzzel is. Legyen dala mindenhol. Hala-hala, gimi dala. Jaja. Attól félek, hogy valaki random bejön a semből, és elfoglalja a békés izét addig, míg ezekkel tökölünk.